Tiszteletel szeretettel üdvözlök mindenkit! A mai beszélgetésünk címe infláció, avagy kifújja fel a nagy globális pénzlufit. Neve is van már néhány éve, bár igazából most kapja meg az értelmét ez a kifejezés, Everything Bubble, ez körülbelül három éve emlegetik, hogy el fog jönni a pillanat, amikor a modern világgazdaság legnagyobb összeomlása következik be, és hogy ez buborék, inflációs buborék alapvetően. Az infláció eredeti értelmében ugyanis felfúvódást jelent, és hát ez egy olyan hidraulika, amelyben nem folyadék, nem tudom ezt pontosan, hogy mondják, mint például a légféknél, amikor nem folyadék, kering benne, de hát végülis ez is hidraulikus rendszerként működik. Tehát azzal kellene, vagy azon kellene egy kicsit eltöprengedünk, hogy ki is fújja ezt a mindenségbuborékot, az egész világ gazdasági értelembe vett elpusztítására alkalmas buborékot. És hát értelemszerűen, mivel a pénzügyi folyamatok esetében ez régi felismerés, legalább hát 400 éves, mondjuk ez a tulipán óta, hogy ha eluralkodik a pánik, akkor pillanatok alatt összeomolhat az egész rendszer. Tehát a lélektani várakozásoknak felfelé mutatóan is, hogy azt várjuk, hogy a, határ, a csillagos ég, minden, a tőzsdék, a amit ami tulajdonképpen a Tuesday árak, a részvény árak emelkedése a világ tényleg legbrutálisabb és egyben legveszélyesebb inflációja, de azt ugye ünnepelni illik, mert az a leggazdagabb számára hoz profitot a balekok, majd a vesztesek meg értelemszerűen még inkább vesztesek lesznek. Az van mondva erről a rendszerről, akkor először nézzük a mainstream narratívát, a neoliberális elbeszélési módot, amely azt mondja, hogy a dolog nagyon egyszerű, a pénzmennyiséget egy jól leírható, egyébként végül is ők is hidraulikaként írják le, tehát a pénzmennyiség szabályozása az egy jól leírható folyamat, és Hát lehet ezt jól csinálni, amikor jól szabályozzák azok, akik erre hivatottak a pénzmennyiségét, és lehet rosszul csinálni. Azt értelemszerűen azért nem tudja elárulni ez a lényegében puszta hatalom ideológiaként működő neoliberális közgazdaságtan, hogy, hogy minek alapján lehet eldönteni, hogy mi a jó, meg mi a, mi a rossz mert pont a lényeget akarja, hát mint minden az uralkodó közgazdaságtan iskolák közül, mindegyik az uralkodó közgazdasági iskolák közül, pont a lényeget akarja eltakarni, nevezetesen azt a lényeget, hogy nincs más a világon, csak hatalomgazdaság, nem tud más lenni. Tehát az a részben gyermeteg, részben pedig hát kifejezetten rossz szándékú, ártó szándékú, elbeszélési mód, hogy, hogy a közgazdaságtalan az egy exakt tudomány, ahol a szakértők szakértenek, és akik, aki persze politikailag és ideológiailag hatalmi szempontból teljesen semlegesek, és azok megmondják, hogy hogy kell jól gazdálkodni annak érdekében, hogy minimális legyen az infláció, hát ez a 1-2 százalék, ami tulajdonképpen ilyen surlódás, tehát a rendszer belső surlódásából adódik. Tehát az egész neoliberális uralkodó közgazdaságtan pont a lényeget fedi el, nevezetesen azt, hogy nem lehet az adott érdekerő hatalmi viszonyoktól független a gazdálkodás, ez egy érdekvezérelt. Az ember szégyen is kimondani, mert annyira természetes, hogy a gazdaság, az emberi gazdálkodás világa érdekvezérelt, bonyolult mechanizmusoknak a, a most már hihetetlenül, ha a globális gazdaságot nézzük, hihetetlenül komplex rendszere, és egy érdekvezérelt rendszer természetesen ugyan hogyan lehetne független politikai, meg ideológiai, meg hatalmi értelme. Nem, ez egy érdekvezérelt rendszer, minden körülmények között hatalomgazdaság és ebben a hatalom-gazdaságban az adott érdekerő hatalmi viszonyok döntik el azt, hogy milyen gazdálkodási döntések születnek. Érteni véljük persze, hogy a vesztes létre többség számára mindenféleképpen ezt a kötfüggönyt a valóság és, a, és a, 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 a valóságos valóság és a mesterséges valóság közé kell vonni, annak érdekében, hogy a vesztesek egyre inkább vesztesek legyenek, és a nyertesek pedig egyre inkább nyertesek lehessenek. Tehát ez minden körülmények között hatalomgazdaság. Most most igazán, most látszik csak igazán, én azt hiszem most már mindenki számára világos volna, sajnos erről messze nincs szó, hogy milyen brutális hatalomgazdaságként működik az, és semmi köze az objektív közgazdasági törvényekhez, és ahhoz, ahhoz az egész metanyelhez, amit a, ami tulajdonképpen egy primitív hatalomideológia, amit az uralkodó közgazdaság tanít. És ha hatalomgazdaság, akkor értelemszerűen permanens háború zajlik. Csak legfeljebb mind, nem mindig látszik háborúnak, erről már sokszor beszéltünk, tehát nem mindig látszik a véres ereje ennek a háborúnak. De hát már József Attila gyönyörűt láttam című versében, leírta 83 évvel ezelőtt, hogy jogállom a pénz a fegyver. Tehát ez egy permanens háború, ahol amikor a világ nem létező urai számára az a kedvezőbb, hogy alapvetően a véres háború szempontjából viszonylag békés viszonyok uralkodjanak, és, 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 akkor sima pénzfegyverekkel közvetlenül érheti el a céljait, vagy kirobbantja magát a véres háborút is, ami minden esetben, most is, erről is többször tettünk már említés, valójában komplexitás visszabontás, amikor a világ nem létező urai az adott komplexitási szintjét a világnak már nem képesek kezelni, sőt, most már az utóbbi években elemi szinten ellenőrizni sem, akkor azért kell a véres háborút is kirobbantani, hogy a komplexitás visszamondható legyen, és ennek ékes példáit láttuk, mondjuk az elmúlt, most már több mint egy évszázad során, a két világháború, és az a bizonyos 73-as izraeli arab háború, ami ebből a szempontból egyértelműen világháborúnak minősül, hiszen a következményei vagy éppen az infláció szempontjából legalább olyan brutálisak voltak, mint az első vagy éppen második világháború esetében, és megint világháború van. A világháború tehát alapvetően arra szolgálnak, hogy amikor a világurai már nem tudják kezelni sőt ellenőrizni sem a, a világ komplexitásának adott szintjén, akkor, akkor e hát tulajdonképpen elengedik a pusztító erőket, jelen vannak azok mindig, elengedik a pusztító erőket, hát egy picit rásegítenek, azért nyilván provokálják is, mint most is, ami a felszínen proxy háborúként orosz-ukrán háború, annak érdekében, hogy elinduljanak azok a teljesen ellenőriz a döntőtösség számára teljesen ellenőrizhetetlen folyamatok, ahol értelemszerűen az a törpe kisebbséget jelentő nyertes szuperelit, eddig is nyertes szuperelit, az még inkább nyertes lesz, a vesztes többség meg értelemszerűen még azt a keveset is elveszti, amivel rendelkezett. Ezért írja József Attila azt, hogy aki szegény, az a legszegényebb, utalván ezzel arra, hogy a szegénység nem csak egyszerűen anyagi megfosztottságot jelent, sőt az esetek jelentős részében nem is elsősorban anyagi megfosztottságot, hanem a lelki, erkölcsi, szellemi megfosztottságot, a tudástőkéktől, kapcsolati tőkéktől való elzártságot, amelyek lehetővé tennék azt, hogy értse a világot, értsék a világot mindazok, akik Hát igen, akiket ez a bizonyos nem létező világerő a vesztes létre ítél. De mivel a szegénység, a világ nagy részének szegénysége nem is alapvetően a anyagi természetű, hanem a lelkeelkösi szellemi természetű, így a vesztesek egyre kevésbé értik, hogy mi is zajlik ennek következtében, védekezésre még annál is kevésbé képesek, mint mondjuk akár az első vagy a második világháború, vagy éppen a 73-as szintén csinált arab-izraeli világháború a következménye ugyanis mindenféleképpen szinte máigható módon globálisak voltak. Hét év alatt a háborút követően 16-szorosára emelkedett a kőolajára. Most is ez történik, tehát a háború alapvetően arra szolgál, hogy a világ nem létező urai szabadon engedjék a pusztítóerőket, és a pusztító erők önmagukban is kiváltják az inflációt, a felfúvódást értelemszerűen, hiszen a maga bizonytalanság, az általános pánik, a félelem, szorongás, aggodalom, a Pantzseséle kapcsán beszéltünk erről. Az első intelem, hogy ne legyen benne félelem, szorongás, aggodalom, második, hogy ne legyen benne harag, indulat, egyéb sincs ma. Ez örvénylik a világban, ami nyilván még tovább rontja az esélyét, lehetőségét annak, hogy a, egyébként is vesztes létre ítéltek bármit megértsenek abból ami történik. Ennek a háborúnak az alapvető oka, ahogy sokszor említettük azt, hogy az amerikai birodalomnak, és persze a mögötte lévő nem létező erőnek, amelynek az amerikai birodalom csak szimpla kitartotja, de egyelőre tartja, tehát valami rejtélyes ok miatt, nem annyira rejtélyes, persze látjuk ezeket, minden áron meg akarja tartani, az amerikai birodalmat, lejárt már a száz év tulajdonképpen, mint az előző hat biroda, öt birodal, öt birodalom esetében, de úgy látszik, hogy itt valami más döntés született, és ebben döntő szerepet játszhatott az, és ez, ez a világháború most valójában azért indult el, mert az a komplexitás, amelynek a szintje ezelőtt, a világháború előtt, tehát mondjuk az elmúlt néhány évtizedben kialakult, az az amerikai birodalomra, és úgy látszik az amerikai birodalom mögött álló világot ténylegesen irányító hatalmi szuperstruktúra számára fenyegetést jelentett. Ennek a fenyegetésnek a lényege az a komplexitás volt, ami Európa, Oroszország és Kína közötti eurázsiai együttműködik, amit a, ez az Európa, Oroszország és Kína közötti eurázsiai együttműködés jelentett. Ez végzetes fenyegetés volt, az amerikai birodalom szá ma is az lenne, ha volna még bármilyen esélye egy ilyen eurázsiai együttműködésnek. A világháború éppen azért kellett, mint brutális komplexitás, visszabontás, hogy, hogy egyszer és mindenkorra megszüntesse a lehetőségét egy Európa, Oroszország, Kína Komplex együttműködési rendszernek, sőt, olyan rombolást, olyan lelkérkölcsi szellemi értelemben egy sebeket okozzon, amelyeket adott esetben akár egyáltalán nem is lehessen begyógyítani. Tehát evés közben jön meg az étvágy, eredetileg nem feltétlenül ezt akarta talán. A a, 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 birodalom, de most már ugye addig is dovasadta, amíg meleg, elképzelhető, hogy egyébként, hogy most már valóban ezt akarja, egyébként ezt gyakran átélhettük, akár csak az elmúlt évtizedekben is, erre, ahogy egyszer említettem, ez a világerő az elmúlt három ezer évben viszonylag ritkán tévedett, akkor azt mondtam, hogy szám szerint egyszer sem. Ez uh, nem teljesen igaz, de amikor téved, akkor szinte látjuk magunk, magunk előtt, hogy a homlokára is azt mondja, így még jobb. Tammi ő, ahogy a francia mondja, így, így valójában te tévedtem, de ez, ez a forgatókönyv még annál is jobb, mint ahogy eredetileg, eredetileg gondoltam. Most tehát ez a brutális komplexitás, visszabontás zajlik, és ez egyúttal azt is jelenti, és ez, ez is a, ennek a háborúnak, sőt, ez az egyik legdöntő eleme, hogy, és talán ez a, egyben a legdrámaibb is, hiszen ez a nem létező világerő épített az elmúlt ötven év során egy olyan komplex, hihetetlen finoman összecsiszolt globális hatalomgazdasági rendszert, ami persze élősködő rendszer volt, hiszen a tetején tehát a piramis csúcsán azok a gigantikus, transznacionális, az egész világot behálózó, lásd még hálózat kifejezéseknél, a világot behálózó, javarészt láthatatlan, vagy pontosan benem azon is globális hatalmi függésekre, épülő hatalmas láncolatot, amit egyébként meg is neveztek supply chains, tehát hogy ellátási láncok, egy elképesztően komplex, összecsiszolt rendszer, ami tehát, ami hát igen, használhatjuk az élősködő kifejezést is, de mondjuk a tápláléklánc vagy táplálékpiramist is bizonyos értelemben a élősködésről már beszéltünk néhányszor, egy nagyon talányos összefüggés, hogy miért is alakul ki az élősködés az élővilágban, amikor nem feltétlenül kellene alakulni a ki is az élősködő, mi történik vele, mert eredetileg nem élősködő, hiszen élősködő nem jöhet létre, csak az után, ami, után már a rendes összefüggésekre, vagy normális összefüggésekre, az élőlények közötti összefüggésekre épülő világ létrejött, és aztán jelenik meg a, az élősködő zárója bezárva. Tehát ebben a komplexitás visszabontásban az egyik legbrutálisabb, hanem a legbrutálisabb elem, tehát az, hogy ő maga rombolja le azt, amit az elmúlt 50 év során nagy műgonddal felépített. Tehát azt a, a csúcsragadozók felől a, a szelíd növényevőkig, sőt magukig a növényekig tartó hatalmas táplálékláncot, most ő maga rombolja le, méghozzá brutális kegyetlenséggel, időnként, talán úgy is, hogy saját magát is felsebzi. Tehát ebben a brutalitásban most már van valami a fúriából is, tehát nem tud és nem is akar megállni. Egyébként Soros György a Davoszi felszólalása egyértelműen ezt jelezte, hogy most már tök mindegy, végig kell vinni, meg kell semmisíteni Oroszországot, fel kell darabolni egész Eurázsiát. Tehát láthatólag úgy érzik, legalábbis egy része, mert azért Kissinger mást mondott, egy része, egy kétségtelen meghatározónak látszó eleme ennek a nem létező globális úgy véli, hogy most már végig kell vinni ezt a folyamatot, földi kell rombolni azt, amit egyébként ők építettek fel, tehát ezt az egész táplálékláncot, azt a finoman összecsiszolt rendszert, ami azért volt számukra nagyon előnyös, mert ez a finom összecsiszoltság, például a Just In Time, tehát hogy nincs is készletezés, hanem egyenesen a repülőgépen, aztán kamionokkal, percnyi pontossággal, hozzák mondjuk több ezer kilométer távolságról pont oda a gyártósorhoz, hogy ne legyen semmi felesleges költség, és ez valóban lehetővé tette ennek az egész finoman összecsiszolt globális rendszerben, ahol a csúcsragadozók voltak persze a nyertesek, de elvileg valahogy mindenki be tudott tagazódni, legalább kiszámítható volt, tehát látható, megismerhető valamennyire kiszámítható volt a rendszer. Ezt most teljesen összerombolja, és ilyenkor a fordítottja történik. Tehát, hogyha ez a rendszer, hát főleg a világurai számára, de végül is valamilyen értelemben az egész világ számára lehetővé tette a tranzakciós költségek jelentős csökkentését, ha ezt összerombolom értelemszerűen, akkor ez a tranzakciós költségek robbanásszerű növekedéséhez fog vezetni, hiszen az 50 éve bejáratott ellátási láncok összeomlanak, ez önmagában véve is bizonytalanságot jelent. A bizonytalanság értelemszerűen inflációs, tehát felfújja ezt a lufit, hiszen értelemszerűen félelem, szorongás, aggodalom, haragdű, indulat, negatív jövőbeli várakozások uralkodnak el, De ráadásul ezeket a a konkrét történések vissza is igazolják, hiszen hiszen nem tud működni a rendszer, teljesen kiszámíthatatlan, pont a lényegét rombolták össze. A szankciók és az embargók megállíthatatlan, láncreakcióan terjedő, mindent elpusztító fúria rendszere, adott esetben még úgy is, hogy a világurai a saját csatlósaikat vagy kollaborásaikat és rombolják le, ilyen esetben például Európát, Nyugat-Európa egészét, és ez az, ami ennek a háborúnak és az inflációnak egyúttal a lényegét adja. Tehát a háború és infláció azért kapcsolódnak szorosan egymáshoz, most már negyedszer játszódik le ez a történet, első világháborúban, második világháborúban, a szintén világháborúként üzemeltetett 73-as arab-izraeli, konfliktusban, és most ebben, aki tudja, attól függ, hogy honnan számoljuk, hanyadik világháborúban, ahol a világurai minden eddiginél brutálisabban és minden eddiginél gyorsabban rombolják le mindazt, ami még a világban kiszámítható volna, és ez értelemszerűen valóban inflációs atombombaként robbantja szét a világot. Az egyetlen lehetőség értelemszerűen egy lokalitás számára, ahogy már sokszor beszéltünk róla ebben a helyzetben, az a bizonyos stratégiai nyugalom, tehát csapdában vagyunk, és a csapdába esett vad először is meglapul. Tehát lecsendesül, relax, úgysem tud, hiába rángatja magát, nem tud azonnal szabadon, csak fogyasztja az energiáját, tehát de rendkívül fontos lenne, hogy minél kevesebb félelem, szorongás, aggodalom és haragdő indulat legyen bennünk, mert az önmagába véve is fokozza az inflációt és ezeket a pusztító folyamatokat. Tehát le kellene csillapítani a negatív, legelőször is a negatív szellemi energiákat. Minden létező energiánkkal minél pontosabban meg kellene érteni ennek a pusztításnak a lényegét. És hát ahol lehet, tehát ugye tudás, Bátorság, hogy ahol bármilyen lehetőségünk van arra, hogy azért ne omoljon minden össze, lásd olajembargó, ott azért ö, merjünk bátran kiállni. Ehhez persze valóságos tudás kell, ö, mint arról, ami zajlik, tehát tudás, bátorság, és hát ö, becsületes ö, kitartás, becsületes ö, álhatatosság, amely esélyt ad arra, hogy ebben az elképesztő és egyre kiszámíthatatlanabb globális örvény, pusztító globális örvényléseket magával hozó világháborúban valahogy mégis úrá legyünk, a minden háború következményeként létrejövő legszörnyűbb dologgal, azzal az inflációval szemben, amely minden létező társadalmi, gazdasági, anyagi, fizikai, lelki, erkölcsi, szellemi szerkezetet egy társadalomban szétrombolhat. Éppen ezért a bátor cselekvéshez az is hozzátartozik, hogy ahol csak lehet, a lokális kormányok, ennek a pusztító folyamatnak a terheit azokra próbálják visszahárítani, akik kavarják ezt a tisztességlenség, szolván anyagcsere végterméket. Igen, ez zajlik most is, tehát meg, ilyenkor persze azonnal megszólal a liberális elemzők globális csordája, akik azonnal a legszörnyűbb bűnként nevezik meg azt, ami abszolút természetes, hogy egy lokalitás kormánya mindent igyekszik megtenni annak érdekében, hogy ezek a pusztító folyamatok a vesztes többséget, a világban mindenütt többségben lévő veszteseket, akik nem csak anyagilag, hanem lelki, erkölcsi, szellemi értelemben is meg vannak foszva ezektől a tudásoktól, ezt megvédje. És ez a, ehhez a tudás, bátorság, becsület, mint alapvető erények, amelyekről nagyon sokszor beszéltünk már eddig is, most minden eddiginél nagyobb mértékben szükségesek mindnyájunk lelkében. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.